Henrik, ez itt a neked való autó, az új Kangoo. Mint emlékszel, a régi 1997-ben jelent meg, 4 kontinensen gyártották, 2,3 milliót adtak el belőle, óriási siker volt. A formája nem sokat változott az előtthöz képest, ha alaposabban megnézed, de egy viszonylag nagy családnak ideális egyterű lehet. A hossza 18 mm-rel nőtt, így 4,2 méter hosszú az autó. A belső szélesség elől 90, hátul 118 mm-rel. A legjellegzetesebb pontja egyébként a lámpa. Megmaradt hátul a kétoldali tolóajtó. A beltér ettől 4 centivel lett nagyobb, pontosabban a 2,7 méterre emelt tengelytáv miatt. A hátsó kényelem belül a Velsatis-éval megegyező. Az első ülések kényelmesek, magasságban állíthatóak. Láthatod, hogy a műszerfal is végül is egy iparművészeti érdekesség. Tulajdonképpen ebben az ipari formatervezésben a Renault óriási, rengeteg a pakolási hely benne, 77 liter. Látod, milyen nagy a kesztyűtartója. Alapkivitelben a rádió a kormányoszlopról irányítható. Egyszerű, jól áttekinthető műszerfal. Ott az 50 km per óra azért érdekes, mert 6 fokozatú váltó van az erősebb 105 lóerős dízelben, és ott mindössze 1000 forog. A kormányról állítható különböző dolog. Középen van egy viszonylag nagy tároló, előtt egy ilyen repülőgépszerű kézifék, nagyon finoman működik. Az alapfelszereléstől egyébként megvan az ABS, de a legmagasabb felszereltségbe ESP is rendelhető, ráadásul ez az alulkormányzás kiegyenlítő kitörésgátló. Itt láthatod a nagy tolóajtót, hátul nagyon kényelmes, ezért ideális a családnak, két abszolút teljes értékű hely van, de háromnak is tökéletesen megfelel. A két szélső fejtámlát úgy alakították ki, hogy a gyerekeknek is tökéletesen működjön. Nagy hangsúlyt helyeztek a szigetelésére, 50%-kal csendesebb, mint az előd. A sárvédő dobok belül műanyaggal vannak szigetelve. Itt láthatod, hogy a hátsó ülés előrehajtása egy mozdulattal, ez a japán karakuris módszerrel megy. És az első üveget, hogy folytassam a hangszigetelést, 3,85 mm-re növelték, és ezzel lényegesen javult, 50%-kal csendesebb az elődnél. A csomagtér az hatalmas, 660 literrel indul, és 1300 literig kiegészíthető. Ez a hátsó támla, ez rendkívül jó pofa, előre dönthető, betolható a hátsó ülés támlasikjával párhuzamosan. Itt fölül ilyen, a plafonon ilyen repülőgép doboz-szerű kiképzés van. Nagyon jó, kihasználható, rendkívül praktikus. Elől is polc van. Összesen háromféle motorral jön az elején forgalomba, de négy lesz. Az 1,6 literes, 16 szelepes, 105 lóvas benzinmotora. Legerősebb benzinmotor lesz ennek egy 8 szelepes változata. Az összes többi egyelőre, itt látható, hogy milyen ügyesen behajtható hátra. Az összes többi motor egyelőre az 1.5-ös DCI dízel, Common Rail dízelnek a deriváltja, 70-85 és 105 lóerős változatban. Láthatod, hogy az első sárvédő itt is műanyagból készül. Nagyon jó, mert a kisebb sérüléseket, nyomásokat elviseli. Ez nagyon érdekes, ez a tetősík, úgy alakították, hogy a tetősíkból kihajtható két szál, és ezzel komplett csomagtartóvá alakítható, 80 kg terhet bír el úgy. Itt látható a motor, ez egyébként az 1.6-os benzines. A váltókról annyit, hogy a benzinmotorok egyelőre 5 fokozatú kéziváltók, a dízel az 6 fokozatú, és a későbbiekben a benzinmotorhoz lesz bolygóműves automata, és a dízelekhez robotizált automata. A négykerékhajtást tanulmányozzák, az sincs kizárva, hogy lesz, sőt lesz. És az első autók egyébként februárban érkeznek az országba, ha követjük a külföldi példát, nem sokkal drágábban, mint a jelenlegiek.